Székely Kevin 2003-ban indult be a falusi turizmus. Évente 3000 zömében magyarországi vendég érkezik a legdélebbi magyar lakta településre. Időnként gondot okoz az elszállásolásuk. A szolgáltatás színvonalát is szeretnénk megnövelni. Most már nagyon jobban igényesebbek az ideérkező vendégek, tehát az mellett, hogy faluturizmus, az mellett még elvárják, hogy legyenek olyan tartalmak az ajánlatainkban, ami hát nem csak a szállásról és az étkezésről szól. És hát ez egy jó alkalom lenne, hogy ezeket a bővítéseket beindítsuk. A helyi moziteremben megjelent érdeklődőket Kovács Elvira, a VMS alelnöke, Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár, Fehér László, a Prosperitáti Alapítvány intézőbizottságának a tagja, és Kovács Diana, az alapítvány nagybecskereki területi irodájának a munkatársa köszöntötte. Az is jó, hogy ugyanakkor a jelenlevők, a általában mezőgazdasági termelők, vagy fiatalok, akik a házvásárlás után érdeklődnek, illetve kisvállalkozók, azt is elmondják, hogy még milyen igényeik vannak. Tehát, hogy ezeken a pályázatokon túl a jövőben miben reménykednek, mi az, ami leginkább segítené az itthonmaradásukat, fönnmaradásukat. Székely Kevin a bukovinai székelyek leszármazottjai élnek. Idén 130 éve, hogy ide települtek. 95%-a magyar lakta. Település az állami iskola az anyanyelvünkön folyik, tehát magyar nyelven sajnos kevés gyerek van, mert az elvándorlás a gyerekét is elvitte magával. Fölmérésünk szerint körülbelül 500 személy hagyta el a települést, tehát körülbelül 2000-en vagyunk még. A mezőgazdasági gépek átlag életkora 20-30 év feletti. Az anyaországi támogatásnak köszönve ez megváltozhat. A gazdák és a termelők azok ugye bizakodnak és elvárások vannak a tekintetben, hogy a pályázatok azok olyanok lesznek, hogy meg tudnak nekik felelni. Egyrészt, másrészt pedig úgy érzem, hogy azok a programok, melyek a pályázati kiírásban szerepelnek, azok teljes egészében kielégítik azt az igényt, melyre a gazdáknak szükségük van. A mezőgazdasági gépállomány felújítása mellett Székely Kevin nagy érdeklődés mutatkozik a méhészet és a falusi turizmus fejlesztése iránt is.